A fészek lakó otthon gyermekei mindig várják a karácsonyt, de nem csak a karácsonyt, hanem az adventi időszakot is, hiszen akkor egy olyan nap van, ami róluk szól, értük van, egy koncert formájában. Az idei évben is megrendezésre kerül ez. Igen, december 13-án 17 órakor kerül megrendezésre az idei jótékonysági koncertünk, ami immáron szokásos módon a Kozár Miseli Művelődési Házban fog megvalósulni. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. A programhoz kapcsolódni fog egy kisebb kézműves vásár, ami a helyi lakóotthonosoknak a nagyon szép munkáiból kerül megrendezésre. Milyen módon lehet jótékonykodni ezen a koncerten? Hát a már a lakosság által is megszokott módon, természetesen ott helyben is lehet koncertjegy vásárlásával támogatni az otthont, illetőleg a lakóotthonnak van egy honlapja, ahol szerepel a bankszámlaszáma, tehát aki esetleg úgy szeretne segítséget nyújtani, azt is nagy szeretettel veszi a fészekfogyatékos otthon. Milyen műsorral állnak a közönség elé a mostani alkalmon? A tavalyi év a pécsi kollégáknak a koncertje volt, idén pedig a Kozár Miseli zeneiskolai tanárok fognak nagyrészt szerepelni ezen a műsoron. Emellett az egerági néptáncosoknak lesz egy betlehemes programja, amit nagy örömmel hívunk vendégül, hiszen ők is a mi iskolánkhoz tartozó gyerekek, nagyon nagy örömmel jönnek át és segítenek, meg vesznek részt ezen a rendezvényen, és emellett még kézműveskedés lesz, tehát egy ilyen családias délutánt képzelünk el. Mikor lesz ez az esemény? December 13-án 17 órakor a Kozár Miseli Művelődési Házban, és itt szeretném megköszönni, hogy hosszú évek óta a falu lakossága ezt a rendezvényt, vagy a város lakossága elnézést a magáinak érzi, mert nagyon sokat számít a lakóotthonnak, ezt az Életesi Egyesület nevében is azt hiszem nyugodtan mondhatom, az a sok szeretet, amit a város lakóitól kapnak a fiatalok. Az otthon lakói is várják a közönséget? Természetesen, meg idén is lesz közös program. Palagi Zsófia tanárnő vezetésével a zeneiskolásaink, illetőleg a lakóotthonosok együtt fognak egy produkciót előadni. De lehet, hogy kettőt is a hírek szerint. Köszönjük szépen még egyszer az időpontot. Tehát 2013. december 13-a, könnyen megjegyezhető időpont, és 17 órakor a Művelődési Házban. És még egyet szeretnék elmondani, hogy elindult a DRB Bank támogatásával egy olyan lehetőség a Dialberi Alapítványnak, hogy egy karácsonyi nyereményjátékon vehetünk részt. A Dialberi Facebook oldalán megtalálható az a link, ahol ránk lehet szavazni. Amennyiben ezt megteszik, nagyon megköszönjük. Napi szinten lehet egyszer a Dialberi Alapítványra szavazni, és abból pedig a gyerekeknek szeretnénk további eszközöket vásárolni, amennyiben nyerünk. Köszönjük szépen! Én is nagyon köszönöm!